Ja, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Hogyan kérnéd a kávét, feketén vagy fehéren? Fehéren. És van egy meglepetésem is. A műsor 6 éve alatt kialakult egy olyan gondolat, hogy vajon milyen is lehetne egy sütemény, egy elegáns desszert ilyen néven, hogy feketén-fehéren. Ha megengeded, akkor Nádas Hajnalka alkotását neked is feltálaljuk. Köszönöm. A műsor vendége ezúttal az a nyíregyházi hölgy, aki az elmúlt években több alkalommal is a város jó hírét vitte tehetségének köszönhetően. A fogorvosként praktizáló úszóbajnok jelenleg a 2017-es Senior VB-re készül. Róla már kisgyermekkorában kiderült, hogy tehetséges úszó, így a sportág életének egyik meghatározó tényezőjévé vált. Az egyetemi évek után a Nyír Senior 97 sportegyesület tökéletes lehetőséget teremtett neki a visszatérésre. A napi sok-sok kilométernyi úszás, a hatalmas kitartás és a család segítsége meghozta gyümölcsét. Az ötszörös Európa-bajnok sportolónő a legutóbbi világbajnokságról is 3 ezüstéremmel tért haza. Elmondása szerint fittsége, jókedve és teherbíró képessége mind-mind az úszásnak köszönhető. Életét nem is tudja a sport úszás nélkül elképzelni. Vendégem dr. Szokol Diana fogorvos szenior úszóbajnok, aki mindennapos edzései helyszínére, Sóstóra szívesen jött el hozzám egy közös kávézásra, és mesélt sikereiről, élményeiről és további terveiről feketén-fehéren. Nagyon örülök neki, hogy végül sikerült időpontot egyeztetnünk, hiszen most is egy kicsit sürget bennünket az idő, hiszen ezek a napok, amikor mi most találkozni is tudtunk, egy olyan nap, amikor rendelni fogsz hamarosan. Mert hogy mivel is foglalkozol? Fogorvos vagyok Nyíregyházán, a Józsefvárosban van körzetem, és most oda megyek ezután. Ez mindennapos tevékenységed? Igen, minden nap dolgozok ott a körzetbe. Miért lettél fogorvos? Mert a példaképpen Mark Spitz volt, és ő is fogorvos, és ő többszörös olimpiai bajnok, és úgy tetszett, hogy ezt szerettem volna lenni. Ennyire határozottan kialakulhat valakiben egy ilyen mintakövetés? Hát én 11 évesen kitaláltam, úgyhogy ezt így eldöntöttem, hogy az leszek. 11 éves korban, ha megpróbálok így visszagondolni, hogy akkor így osztállyal jártatok a fogaitokat vizsgáltatni, előírtan, mint ahogyan ma is a gyerekek, persze, mint ahogyan hozzád is valószínűleg mennek gyerekek. A 9-es iskolába jártunk, akkor ott volt egy fogorvos, én az egyes gyakorlóban tanultam, és akkor mindig átjártunk fél évente, vagy évente, nem emlékszem már, hogy volt pontosan, de minden évben jártunk. Benned valószínűleg nem alakult ki az a félelem, hogy... De nagyon féltem gyerekkoromban. Komolyan? Igen, nagyon féltem. És akkor ezt hogy tudott átfordulni, hogy... Hát azt így most nem tudom. Hol tanultál? Hol tanultál az általános után? Egyesekről után a Kossuthba jártam, mert mondtam az apukámnak, hogy olyan egyet, hogy tudjak úszni is, és ott segítettek ebbe, hogy tudjak edzésre járni, tehát nem jártam első órákra, és így ott segítettek ebbe. Az úszás már az általános iskolai éveidet is átszőtte neked, persze, ugye? Persze, 4 évesen kezdtem úszni, úgyhogy persze általános iskolában, meg gimnáziumban is. Gimnázium harmadik, amikor harmadikos voltam, akkor fejeztem be, mert akkor el kellett dönteni, hogy most úszok-e tovább, vagy tanulok, akkor nem voltak ilyen ösztöndíjak, és akkor tanulást választottam, hál' Istennek, úgyhogy így sikerült az egyetem is mondjuk nem elsőre, de felvettek. De mikor tanultál megúszni egyébként? 4 évesen. Tehát akkor tanultál meg, és akkor onnantól már jött is ez a folyamat, hogy... Hát 4 évesen járt a testvérem, meg az unokatestvérem, beírattak engem is itt, úszó, itt a,
a fürdőházba jártam úszni, és akkor hát járt az egész család. És akkor onnantól már úsztam is. Már nem ment az elején annyira jól, mert hát 4 éves gyereket nehéz megtanítani, de úgy 5 évesen már ugye egész jól úsztam. Mert hogy azért neked ez elég hamar kiderült, hogy nagyon tehetséges is vagy ezen a területen. Az, hogy elszánt vagy, és hogy valamiért tudsz lelkesedni, az látszik, hogy ez mindkét életedet meghatározó területen érvényes. Hát gyerekként ezt, hogy nem fogja fel az ember, jár úszni, jár versenyekre, úszik a többiekkel, nem foglalkozik ezzel, hogy most kicsi gyerekként utána. Persze örül, mikor sok érmet nyer, és akkor így mehet versenyekre, külföldre. Ezek azért egy idő után persze már úgy nagyon jó érzéssel töltik el, meg tanulást is befolyásolt, sokat tanultunk is versenyek alatt is. Meg hát azért az ember annak idején világot látott, azért az nagyon nagy szó volt. Mi ez az annak idején? Hát amikor én 14 éves voltam akkor, vagy 12 éves voltam, 83-ban, mert 71-es vagyok, azért annyira nem járhatott külföldre az ember, csak úgy például Olaszországba, akkor még ugye az nyugat volt, két útlevelünk is volt, és azért minden évben elmentünk oda is. Persze mentünk a szocialista országokba is, de kijutottam Kubába is edzőtáborba, tehát azért olyan dolgok voltak, amiket azért most is nagyon nehéz azért megfizetni, de akkor meg nyilván ingyen volt, mert mentünk 3 hétre mondjuk edzőtáborba a nagy válogatottal. Akkor kivittek az ifjúsági barátság versenyre, az akkor a szocialista országok között volt ez a verseny, az ha ott valaki érmet szerez, akkor már igazán nagy úszó volt, mert akkor a szocialista országok nagyon-nagyon erősek voltak, az NDK, a románok, a bolgárok ezek, és akkor én ott voltam 2. Úgyhogy az nagy, aki ott nyer, vagy érmes, az már gyakorlatilag egyenes út a válogatottságig, a nagy válogatottságig. És be is kerültem akkor. Ez mikor volt? 84-ben, igen. És ezt hogy élted meg? Vagy úgy, ahogyan mondod, hogy egyenes út volt? Tehát ez várható volt, nem, és tudtad, nem, és... Nem. Persze, nem gondolkoztam én ezen, menni kellett versenyre, akkor mentünk, és akkor nem volt ebben. Így, hogy beszélgetünk, úgy tudik, hogy veled mindenkinek olyan könnyű dolga volt nem egyébként. Volt nekem, én jó gyerek voltam, hát tanultam, úsztam, nagyon elmondták, hogy mit kell úszni, akkor leúsztam, aztán így nem beszéltem vissza. A tanulás miatt ugye az úszás nem maradt az első helyen az életedben, de a másik nagy szeretett területnek éltél, viszont lehet mondani. Ugye várnak a betegek, a paciensek, hiszen fogorvosként foglalkozol velük, kezeled őket. Volt-e gondolataid között, hogy felhagyni az úszással? Tehát nem így csak, hogy félretenni, hanem felhagyni teljesen vele. Hát egyetem alatt nem tudtam úszni, csak egy heti egyszer-kétszer, mert hát annyit kellett tanulni, hogy nem tudtam eljárni. És akkor így a tesi órán lehetett választani. Akkor az úszást választottam, és akkor eljártunk a Margit-szigetre, oda tudtam elmenni, mert én Pesten tanultam, és akkor oda lehetett menni ingyen. De így nem hagytam föl, mert fájt a hátam is egy idő után, tanulástól, úgyhogy ez egyetlen sport volt, ami Budapesten elértem. Az, hogy a tanulástól fájt a hátad, az meg hát sokan másoknak is nyilván, csak nem feltétlenül mennek el úszni, de te azért akkora már teljesen tisztában voltál vele, hogy ugye az anatómiánkat tekintve az úszás mi mindenre jó. Erről egy pár szót mondanál, hogy te például miben láttad ennek azt a jótékony hatását, nem csak azt, hogy ügyes vagy és hogy nyersz, hanem a szervezetedre gyakorolt hatását. Szerintem én nem is igazából a mozgás, hanem én úgy gondolom, hogy a vízben, hogyha az ember benne van, akkor egy nagyon sok feszültséget így kivon. Plusz még, hogy minden izmát megmozgatja. Szerintem meg én azt hiszem észre, hogy amikor mondjuk edzek, utána nincsenek ráncaim például, teljesen feltölti a víz a ráncaimat, mondom, tök jól nézek ki utána, és
Hát én ebbe gondolom, tehát nem feltétlenül ez a sok kilométerre gondolok, hanem így ez a regenerálódás szerintem, ami a legjobb a vízbe, vagy az úszásba. És most milyen gyakran úszol? Ja, most minden nap úszok. És ezt mióta tudod így újra megoldani? Hát most készülök versenyre, tehát most minden nap úszok 6 kilométert, vagy ami éppen amit kell, tegnap 6 kilométert úsztunk. Úgyhogy most majd augusztusban lesz a világbajnokság, úgyhogy arra készülök. Ez egy fontos esemény lesz. Úgy, mint az előző fontos események legalább. A legutóbbi egy-kettő komolyabb eredményedet mondjuk már el. A ötszörös Európa-bajnok vagyok, és tavaly voltam tavaly nyertem két aranyat, meg egy ezüstöt Londonba az Európa-bajnokságon. 800 méteren, 400 méteren, meg 200 méteren voltam második. Hát ez nagy büszkeség neked, a családodnak feltétlenül, nyíregyháziaknak nagy büszkeség, a hölgyeknek, meg az orvostársadalomnak. Mert hogy egyébként benneteket ott külön számon tartanak, ha jól tudom, tehát orvosoknak rendeznek is külön verseny. Van orvosvilágbajnokság is, voltam egyszer, de hát ott nem tudom, hármat nyertem, azt hiszem mind a három számot megnyertem. Hát azért az csak orvosoknak van itt, meg azért nem csak orvosok vannak, azért ez keményebb eset. Most nem, csak hát kevés orvos úszik mondjuk ilyen magas szinten, de nem lehet a kettőt összehasonlítani. És mikor tértél vissza az úszásba? Amikor hazajöttem Nyíregyházára 97-ben, és akkor utána alakult a Nyír Senior ese, 97 ese, és akkor elkezdtünk több régi úszó úszni, elkezdtünk járni edzésekre, és akkor 2004-ben kezdtem el úgy nagyon komolyan megint készülni úgy versenyekre. És milyen volt a visszatérés? Ó, jó volt. Hát jó volt. Az elején még sokan úsztunk, utána már kevesebben, de hát volt egy rendszeresség, heti háromszor minimum lejártunk úszni, és akkor mindig megvolt, hogy vár az edző, ott vannak az úszótársak, egy csapatba úszunk, akkor utána kicsit szaunázunk, és akkor megyünk haza. Volt-e más sportág, amivel belekóstoltál, vagy amivel barátkozni próbáltál? Persze, egyetem alatt lovagoltam. Hát úgy, az tetszett nagyon, csak aztán féltettem a kezemet, mert egyszer ledobott a ló, és akkor eldöntöttem, hogy inkább nem kockáztatok, mert hogyha mondjuk eltörik a kezem, akkor nem tudok dolgozni. Az igazából jó volt. Na, csak a lábad ne érje a földet, úgy látom. Igen. Meg futni futok egyébként, nem versenyszerűen, de futni azt szeretek nagyon. A versenyek, tehát most is járok futni, és hát amikor mondjuk hétvégén, tehát minden nap sportolok. Amikor sportolsz, viszont egyéni sportot művelsz, és én biztos vagyok benne, és én elhiszem neked, hogy teljesen ki tudsz kapcsolni, és az a feszültség is kimegy belőled, ami esetleg összegyűlik a napok vagy a hetek folyamán. Hogy gondolod, Dia, mert én gondolom, hogy van köze a kettőnek egymáshoz, hogy az az erőnléti állapot, amit a rendszeres mozgással, edzéssel és a saját sportodnak a szeretetével elérsz, az segíti a munkádat? A mindennapi munkádat például? Igen. Meg hát talán jobban is nézek ki, hogyha ez az emberem mondjuk nem egy elhízott orvos, most nem akarom őket sem bántani, mert nyilván vannak, de mondjuk az ember, ha jól néz ki, akkor nyilván egy az mindig is bizalmat kelt az emberben. Igen. Voltam én is elhízva, tehát hogy voltam én is kövér, és tudom, hogy mennyivel másabb most, hogy nem vagyok az. Jobban érzem magamat a bőrömbe, és jobban is megy a sport is, meg ugye a mindennapi élet. Tehát amikor már lépcsőre is nehezen tudtam fölmenni, vagy esetleg szuszogtam, az már nem volt jó érzés. Vagy a kezem alatt például itt ilyen kis hájocska volt, meg így leültem, és itt is, tehát én 20 kilóval több voltam, és akkor úgy néhány évvel ezelőtt fogytam le, és teljesen más. Hát akkor komoly viszonyítási alapod van. Igen, onnan tudom, hogy mennyivel másabb. Egyébként a sport és a munka mellette oda tudsz figyelni, hogy az élet esetleg más területein is
tegyél az egészségedért? Tehát étkezésre gondolok, meg ilyesmire. Most mondanám, hogy odafigyelek, de nem. Tehát, hogy próbálok inkább odafigyelni, de hogyha mondjuk van ilyen finom sütim, nyilván megeszem. Tehát van, aki például nem eszi meg, mert hogy fél, hogy elhízik, de én most így azt gondolom, hogy annyit sportolok, hogy nem, most ilyesmire nem kell annyira odafigyelni. Persze zsírosat nem eszek annyira, de hát próbálok odafigyelni. De szeretek például, tehát iszok alkoholt is, hogyha ilyen kérdésed van, szeretem például a rozét, azt nagyon szeretem, és tudom, hogy sportolóknak így nem szabadna, vagy keveset, de szeretek. Jó, hát akkor minden jót mértékel, hát nyilván, persze, ahogyan igen, ezt mondja igen. Az aranyigazság. Te magad szeretsz például főzni, vagy sütni? Igen, igen, szeretek, de nekem nagyon rendes férjem van, nagyon aranyos férjem van, és nagyon sokat segít, és ő teszi meg, hogy én tudjak járni sportolni, tehát ő sokat tesz azért, hogy rendben legyenek a dolgok. Viszi a gyereket az óvodába, az iskolába, vagy iskolába nem viszi óvodába, meg óvodába hozzá, meg viszi balettra, meg viszi mindenhova, amennyire csak lehet. De kettőnk között van egy megállapodás, hogy amikor úgy van, akkor ő is el tudja menni sportolni. Tehát én is segítek valamennyire, amennyire csak tudok. De nyilván sokkal többet tesz ő ezért, hogy rendben legyenek a dolgok. Nekem nincsen időm erre. De megbeszéltük, hogy most az világbajnokság után már most próbáljuk az egyensúlyt visszaállítani. És mit főz legjobban a párod, ha szokott főzni? Hát, vadast, szűzpecsenyét. Az igen. Húsit nagyon szeretem. Meg tésztát, spagettit. Gondolom a család fogazatát azt kézben tartod. És jártok együtt úszni? Nem tudunk együtt járni úszni, mert amíg én úszok, addig a gyerekkel van. Úgyhogy úgy szokott lenni, hogy ha hárman elmegyünk, akkor én a gyerekkel vagyok, és ő el tud menni úszni. Most nem tudunk együtt elmenni. De régebben el tudtuk, amikor még nem volt gyerekünk, akkor együtt jártunk úszni. Most emiatt nem. Emiatt nem. És a gyerek életében az úszás belefolyik? Persze, most fog járni már úszni, már tanítottam neki, tehát tud csiklani, víz alatt búvárkodik, de nem erőltettem még 6,5 éves. Most van ideje, meg az edzőm, egy másik edzőm mondta, hogy ez pont ideális ez a kor, mert 4 évesen már az ember, ha megtanul úszni, 6 évesen már több kilométer benne van, és lehet, hogy megutálja, vagy esetleg nem szereti, és akkor most úgy látom, hogy Annácska, úgy hívják a kislányom, most szeretne úszni, eddig balettozott, de abban nem voltak szerintem olyan nagy sikerei, persze szépen balettozott, vagy esetleg nem szerette annyira, az úszás most nagyon szeretne úszni, vagy pedig tőlem látja, hogy úszni, akkor nem tudom, de most úszni szeretne. És te örülsz neki? Persze, hogy örülnék, olyan aranyos, egy olyan szép kislány, és akkor felveszi egy kis úszószemeget, le kell neki dobálni pénzt, meg bármit felhozza, és próbálgat gyorsan úszni, meg lábozni, tehát minden, most játszik, sokat játszik vízbe. Azért az sem mindegy, hogy egy kislány ugye milyen fürdőruhába bújik bele hirtelen, mert hát szebbnél szebbeket lehet viselni. Azért a ti esetetekben, versenyzők esetében, azért nyilván a komfort, az elvárások, mindennek meg kell felelni, majd meg is tudunk mutatni egy olyan darabot, amit el is hoztál magaddal. Milyen speciális jellemzői vannak ezeknek a dresszeknek? Hát én arénát hordok, most reklámon kívül, tehát én azokat szeretem. Ezek nagyon erős anyagból vannak, nem balra vannak, hanem ragasztva egymáshoz. Iszonyatosan picik, tehát 38-40-es a méretem, 32-est a dressz, amit fel kell venni, egy olyan 20 perc. Az elején nagyon szorít, tehát nem is tudom először felvenni. Például most voltam versenyen, tiszta kék a kezem, mert ide, amikor vettem fel a dresszemet, akkor a pántja az ide csapott, akkor a lábamon, ahogy húzom föl, mint a harisnya, tiszta, picit ilyen kék, lila, zöld foltok vannak, de ugyanakkor meg sokat számít abban, hogy összetartsa az embert, és akkor mint egy kis delfin olyan legyen benne. Meg most mutatom egy ilyen kis pici dressz, ilyen, mennyire látszik, tehát így nem egy nagy,
így a kis kezem, mintha karomra lenne szabva, és akkor ezt kell a hát ilyen vastagabb combomra felhúzni, meg a dereka is ilyen kis picike, de ilyen kis karbonszálak vannak benne, ilyen kis vékonyak, és akkor ezek erősítik meg. Látom. És akkor itt vannak így megragasztva, így a két anyag, és akkor ezeket olyan iszonyú erővel húz az ember, nem tud szétszakadni. Jó, ez már szakítottam ugyan szét, mert véletlenül beleakadt a körmöm, de nagyon, nagyon erős anyagból vannak. És eznek az én esetemben, mivel már én idősebb vagyok, és nem annyira feszes a bőröm, sokkal jobban összetart. Tehát sokkal, például más, ha felveszem edzésen, meg lehet nézni, mennyivel jobbat tudok úszni, pláne versenyen is. És akkor ennek vannak vastagabb, vékonyabb, más színűek, gyönyörű szép fürdődresszek vannak egyébként a piacon. Én a pirosat szeretem, csak a kéket is, ezeket ilyen színesek. Ahogy így elmondtad ennek a úszódressznek a tulajdonságait, úgy eszembe jutott, hogy esetleg ezt mondjuk egy estei ruha alatt is magunkon hagyhatnánk, hogyha ilyen szépen összetartja. Igen, mint egy kis fűző olyan, persze. Úgyhogy csak aztán mosdóba ne kelljen hirtelen menni. Hát az úszóknak megvan erre a módszerük, hogy amikor rájuk jön a pislés, akkor hogy lehet ezt megoldani, de ez akkor már nem lehet a fürdőruhát levenni, ha ez a kérdés, mert ezt felveszed, utána már vízesen nem tud újra visszavenni. Úgyhogy hát ezek a dresszek ilyenek. Az úszósport is ilyen. Már most régebben hosszú dresszek voltak, tehát bokáig érő, most már ezek már csak térdig érőek. Vannak teli hátú, mindenféle színű, úgyhogy... Legutóbb ez volt rajtad? Legutóbb nem, ami az vizes volt, úgyhogy nem akartam elhozni. Ez egy másik volt, az szoros volt. Ez egy kicsit rugalmasabb, annak meg nagyon erős. Az volt a gond, hogy nagyon kellett sietni, mert elnéztem az időpontot, és már szólították az első futamot, amikor odaértem az úszodába, és volt még két futam, és ez nagyon nehéz fölvenni, és úgyhogy úgy téptem magamra, és akkor az okozta, de egyébként mindig van kék-zöld volt rajta. És ő lesz a... Nem. Nem ő lesz? Nem, az egy fekete dresszem lesz, arany feliratta. Abba fogok úszni a világbajnokságon, az már félre van, már megvan éve, félre van téve. Ha eszedbe jut a világbajnokság, akkor milyen érzést tölt el? Ja, most kirázott a hideg. Úgyhogy, hát ilyen. De nem... Szeretsz esélyeket latolgatni? Azt nem tudom, nem lehet tudni például. Hiába vannak beírva bármilyen eredmények, bármilyen... azt nem tudod, hogy abban a pillanatban, abban a korban nem lehet annyira nagyon kiszámolni, mint egy elit világbajnokságon, bármi közben jöhet. Tehát majd akkor abban a pillanatban derül ki. De azért indulok több számba is, hogy legyen minél több esély. Ismered azokat? Tudsz azokról, akikkel... Persze tudok, csak nem tudom, hogy majd az júliusban derül ki, kik indulnak. Be kell írni, tehát, de az sem számít. Én úszok, nem foglalkozok ezzel, majd ott kiderül, hogy a legjobbat ússzam. És akkor azt mondtad, hogy nem gondolsz a világbajnokság utáni időszakra egyelőre? Hát most nem gondolok arra, mert most elég ezen gondolkozni. Utána úgy is fogok még úszni, hiszen nem lehet azt csak úgy abba hagyni, hogy utána milyen versenyen, hát lesznek levezető versenyek, amik ezek után vannak. Meg kell majd ezt otthon beszélni, hogy mi az, ami még esetleg... Ciprusra szívesen elmegyek, tavaly együtt voltunk a férjemmel Cipruson, ott nagyon, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó, gyenge csapat volt, az ilyenkor nagyon jó, az embernek nagy sikeré van, és akkor az egy teljesen más. Mikor egy ilyen nagy verseny után elmenni egy úgymond gyengébb versenyre, akkor azért jó, mert akkor mindenki minket figyel férjemmel együtt, és akkor ott szakértenek, megkérdezik, miket úszunk. Az is jó érzés, amikor így központban van az ember. Hogyne. És már olyan dolgokról beszélsz, ami már a tiéd. Tehát itt már tényekről van szó, tehát olyan eredményekről. Igen. Ha egyszer majd úgy döntesz, hogy ilyen szinten már nem úszol, tehát már ennyi energiát az életedből nem fordítasz, hát nyilván ennek vannak feltételei, tehát egyszer úgy fogsz dönteni, hogy már nem indulsz világbajnokságon, Európa-bajnokságon, de a kedvedre, a saját kedvedre úszol.
egyébként hogyan tud még megmaradni az életedben az úszással való foglalkozás? Szerintem nem fogom abba hagyni. Tehát, hogy nem, én azt gondolom, hogy ebbe fogok meghalni. Már úgy értem, hogy nem a vízbe, hanem öregként. Hát ezt nem lehet, aki 40 évet úszott, nem tudja azt mondani egyik napról a másikra, hogy most már nem úszok. Úszok, és akkor én indulok bajnokságokon, ha fel tudok készülni világbajnokságokra, ha nem, akkor hazaira, de azt gondolom, hogy fogok járni versenyre, mert nekem ott sok barátom van, nekem nagy társaságom ilyen szempontból nincsen, csak amikor elmegyek versenyekre, és minden verseny után két versenynek között van egy ilyen vacsora, tudunk beszélgetni, kapcsolatokat építeni. Én azt gondolom, hogy nekem ez ki fogja tölteni az egész életemet, bejött egy légy. Igen. Nem akarom nagyon csapni a szemem, drágót. Annyit akartam még csak megkérdezni, hogy hol szeretsz legjobban úszni? Hát én Sóston. Már sok úszodában voltam. Télen nem, mert akkor sátor van, de mikor leveszik a sátrat, és ez egy gyönyörű sóstói úszoda, ez szerintem a világon nincs ilyen, tehát nem tudnak olyat mutatni. Cipruson, amit meséltem neked, voltam, ott a tengerparton volt az úszoda. Hát, megmondom, neked nem volt, tehát nem is lehet összehasonlítani. Akkor úszunk, égszín kék a víz, szemben van a kedvenc fám, egy ginkóbilóba, egy páfrányfenyő, és akkor mindig azt nézem, hogy Istenem, milyen gyönyörű vagy, és akkor ez pálmafák vannak oldalt, a strand is, hát eszméletlen gyönyörű a strand. Tehát Nyíregyházi strand, az attól szebb úszoda szerintem a világon nincs. Akkor neked nem unalmas még 2017-ben sem Sóstóra kijönni? Nem, minden nap öröm. És majdnem innen is látod. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Dia, hogy eljöttél. A műsor nevét viselő feketén-fehér rendesszert kizárólagos készítője a hamarosan megnyitó Drazsé cukrászda.